Már pedig elindult! Ez az! Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy kérdezfelelek videó lesz, de nem egyedül leszek benne, mint ahogy feltűnhetett nektek. Van itt velem valaki, ő pedig Balázs, a barátom. Sziasztok! És úgy írtam ki ezt a kérdezfeleleket eleve, hogy úgy kérdezhettem, hogy közös kérdések is jöhetnek meg hozzá, is jöhetnek kérdések. És mivel tavaly csináltam egy maratoni kérdezfelelek videót, ami maratoni volt, tehát egy 3,5 órás videó volt, és 200 plusz kérdés, ezért idén úgy lesz, hogy nem tettem bele az összes kérdést, tehát alapvetően mindig benne szokott lenni az összes kérdés, de most szelektáltam, hogy ami már 2-szer volt, 3-szor volt, vagy most annyira nem releváns ehhez a videóhoz, azokat most ki fogom hagyni. Igyekeztem válaszolgatni a többire YouTube-on, de még nem válaszoltam mindenre, úgyhogy ha nem lesz benne a kérdésetek, akkor bocsi. Próbáltam nem másfél órás videóanyagot összehozni. Ezt akkor kezdhetjük. Jaj, de egyébként amúgy így hülye vagyok, tehát hogy így tök jól elmondom. Szóval... Ezt annyira nem gondoltam még egy fejbe. Kell róla tudni, ezt nem tudom, mit akarok mondani? Hát, hogy nem tudom, hogy ja. Mit szeretne tudni a jó, közönség, de... Előzetesen, igen, tehát kétszer írtam ki a kérdezfeleleket, mert hogy először nagyon könyves kérdéseket kaptunk, közös könyves kérdéseket, ami nem volt túl célra vezető. Na mindegy, hogy kiírtam még egyszer, de itt is elmondom, hogy Balázsról azt kell tudni, hogy ő zenél, és amúgy gamer, tehát nem a könyves oldalat erősíti, és akkor ezért ilyen kérdésekből is lesz most már, mert így terelgettelek titeket, hogy melyik irányba kéne kérdezni. Célozgattunk, hogy milyen kérdéseket érdemes feltenni, amire nem csak szimplán annyi a válaszom, hogy nem, vagy hogy nem, és így, hát igen, de nagyon sok jó kérdés érkezett, és összeválogattuk, úgyhogy ez így most már jobb lesz. Balázsnak a saját csatorna linkjét lent hagyom majd a leírásban, meg a bandájának a csatorna linkjét is, úgyhogy oda szépen menjetek és nézzétek meg. Köszi. Zárójeles megítés. Na, jó. Úristen. Akkor kezdjük a legelső kérdéssel, amit egyébként rengetegen írtak, és sajnos az a válasz rá, hogy nem. Ez pedig az, hogy a párom is szokott-e olvasni. Erre sajnos nagyon, tényleg nagyon sokan megkérdeztétek, és hát sajnos tényleg az a válasz, hogy nem szoktam, mert hát igazából nálam úgy abszolút megutáltatta velem az általános és a középiskola így az olvasás, tehát így abszolút, szóval innen is megint tapsa az iskoláknak, úgyhogy nagyon jó volt. Bevallom őszintén, azért sok kötelező olvasmányt elolvastam, és volt, ami tetszett is. De amikor már így a középiskola fele jártunk, akkor már csak a rövid jegyzet pörgött, sajnálom. Ne csináljatok ilyet, ez az én rossz példám, tehát tessék elolvasni, nagyon jók. De én nem bírtam. Figyelj, nem kell azt mondanod, hogy nagyon jók. Én általánosban csak a Pál utcai fiókat olvastam végig. Hát azt pont én is elolvastam. Hú, nagyon meleg van, kinyissam valami. Igen, ja. Itt a laptop, csak azért. Igen, azért innen olvasjuk, és nagyon kell úgy nyarogni, na mindegy. De húzz fel akkor ezt. Na nem akarom. Na jó, majd talán a felénél. Mi a kedvenc állatotok? Hát nekem elég egyértelmű, én nagyon kutyás vagyok, van két nagyon szép kutyusunk, egy beagle-ünk és egy labrador keverékünk. És... Panka keverék. Aha. Tényleg. Ja. Azt hittem, hogy nem keverék, csak nem papíros. Na minden nap tanul valamit az ember. Látod. Na, igen. És sajnos a Big Link. Nekem ez. Ló. Nem szeretjük egymást. ők nem ezisek. Mr. Squishy-vel. Igen, szóval nekem a lovag. Hogyha ezt valaki meg nem tudta volna. Tényleg. Nem látjátok, itt van két poznyi lószoborom, úgy tehát. Kicsit red flag volt, de hát... Nem, akkor még nem voltak kim. Utólag... Ja, meg kellett várni, amíg itt enyhült a persze. Dolog. Na, következő könyves
témaszerűség kérdés, hogy hogy sikerült a Möbiuszos pályázat, van-e már visszajelzés? Szurkoltam nektek, nekünk nagyon, nem neked. Köszönjük szépen, egyébként nem jutottunk tovább a Möbiuszoson, meg volt már hónapokkal ezelőtt. Szomorkodtam. Ja, szóval meg volt már az eredmény, hogy kik jutottak tovább, én nem, de mindegy, nem baj. Belelem megpróbáltam. Következő, az is nekünk szól, hogy mióta vagyunk együtt, hogyan ismerkedtetek meg. Ja. Na, hát ez igazából úgy kezdődött az egész, hogy tavasszal, egy éve volt egy ilyen, hát ilyen kiöltözős buli, igazából. Összegyetemi buli volt. Csak. Hát ilyen, az a felező bál volt Szegeden, nem tudom. Az a neve. Nem tudom, ez bálnak volt hívva, de egy diszkó volt és kiöltözni szép ruhába, annyi volt a lényege. És egy közös ismerősünk, hát elhívott mindkettőnket. Téged hívott, én meg hozzácsapódtam, mert hogy nekem nem volt kivel menni. Yeah. Mert hogy én azt hittem, hogy lesz más ismerősöm, aki megy, aztán nem volt, úgyhogy így csapódtunk. Aha. És akkor hát én is elmentem, ugye, nyilván. Aztán nem, azért találkoztunk, igen. És akkor igazából ott láttuk egymást először azon a bálon, igazából ugye voltam én, te, az ismerősünk és a párja, mert ők együtt jöttek. Valami 4 hónappal később kezdtünk el beszélni. Amúgy ilyen, de hogy ott találkoztunk először. Ott találkoztunk, az tavaly március és június végén kezdtünk el beszélgetni. És amúgy júliusban jöttünk össze, tehát most egy éve. Igazából ahogy most ezt felveszünk, 2 napra rá leszünk egy évesek. Igazából ez a évfordulós hétvégén. Ünneplős videó. Igen. Úgyhogy, ja. Ezért körbe mutogatlak az interneten. Úgyhogy Vivi, ha nézed, akkor köszi. Jó ötlet volt. Hogy oldom meg én, hogy a párkapcsolatom ne menjen az olvasás rovására? Amúgy az a poén, hogy amióta együtt vagyunk, sokkal többet olvasok. Jellemző. De hogy ez tényleg csak azért mert hogy amúgy meg egy csomót ugye megyek hozzátok, ott vagyok, és akkor azért annyit nem olvasok. Be kell pótolni. De hogy amúgy meg ugyanúgy csinálok minden mást is, de valahogy többet olvasok, ez lehet azért van, mert a buszon sok hangos könyvet hallgatok. De amúgy nem tudom, amikor játszik vagy valamit csinál, akkor amikor olvasok. Amikor nem bele foglalkozok, mondd ki. Hát igen, ez a kettőnk kis privát szférája, itt hagyom olvasni, ő hagy engem játszani, és ez így tök. Hát ez olyan, hogyha valamelyikünknek van hozzá kedve, vagy mondjuk neked játszani van kedved, nekem olvasni van kedved, akkor jó, akkor ő játszik, akkor én olvasok, szóval... Ennyike. Nem csinálunk ebből ilyen izét, hogy... Nem. Mert a haverokkal játszol. Még. Na! Az első... Engem érintő szféra arra a kérdés, hogy engem az érdekel, hogy szoktatok-e videójátékokkal játszani, és ha igen, milyen platformon, és melyik a kedvenc játékotok? Átadom a szót. Na, hát én nagyon-nagyon régóta játszok számítógépes játékokkal, és nagyon szeretem őket azóta is. Igen, ez nekem még nagyon új dolog, hogy én egy olyanba kell beszéljek, bocsánat. Tehát én körülbelül 8 éves korom óta kezdtem el játszani, és azóta is apukám nyomán így sikerült bele zúgjak úgy az egész videójátékos világba. Most így a hirtelen, amit így eszembe tudok juttatni, az a Last of Us 1-2, az a abszolút nekem a kedvenc játékom. Ezt én is tudtam. És hát főleg PC-n szoktam játszani, ha így a platform volt a kérdés. És mi volt még a kérdésben? Ez. Akkor nekem ez volt. Ennyi. És neked? Hát nekem a videójátékok az... Én sokkal jobb vagyok nézőnek. Ez egy ilyen dolog, tehát én azt hiszem... Játszottam a Life is Strange, de az valamiért sose fejeztem be, de azzal ment, mert abba csak így menni kellett, meg keresgélni dolgokat, tehát így nekem így az a
az a szint, attól többet tőlem ne kérjen egy videójáték. Fú, amikor még Pony Klubos voltam, akkor az Original Star Stable, ami még CD alapú volt, azt nyomattam sokat. Tehát az sem voltam, hogy csak ugratni kell, nyomni a Space Talóval. Egyszer próbáltam a Red Dead Redemption-t. De az túl bonyolult volt nekem. Abba már lőni kellett. De konkrétan volt egy ilyen, hogy valami nőt próbáltam megmenteni a farkasoktól, és a farkasok helyett a nőt lőttem le. Tehát, hogy így ott hagytam abba, hogy akkor ez így nekem nem fog menni. Most miattad Fall Guys-ozom. Sajnos megfertőztem. Igen. És miatta nem könyvet vettem, hanem játékot. Tehát, hogy ez most az a nagy közös játékunk amúgy. Igen. Csak azt nem szabad sokáig játszani, mert a sötét oldalunk előbújik is. Az idegrendszernek nem tesz jót, maradjunk annyiban. Akkor jöjjön ez, hogy milyen egyetemen tanulunk? Hát... STE. Mind a ketten STE-sek vagyunk. Nyilván azért tudtunk találkozni az STE ezt egyetemi buri. Igen, ez egyetemi szervezésű valami volt amúgy. És ott jöttünk össze, én a programtervező informatika szakon koptatom még mindig. Lassan már a végén, talán jövőre, úgyhogy már jó lenne. Ja, hát én meg informatikus könyvtáros vagyok. Nem egy tanszék. Én BTK-s vagyok, ő TTI-kás. Igen. De kb. Ugyanazt tanulom részben én is, mint te, csak könnyebben elmegyek a tantárgyakot. Amúgy. Szóval kacsint, ha valaki proginfóra menne, de könnyebben szeretne dolgokat tudni, akkor infokönyvtár. A következő az, hogy mit szólt a párod, igazából ez neked szól, mit szólt a párod, hogy ilyen könyves családba kerül. De ezt én nem tudom neked megválaszolni, így neked kell mondani. Hát, mit szólsz ehhez itt? Hát, amúgy eléggé érdekes volt, hogy ilyen szinten valaki, mondjuk akkor még nem volt ennyi könyves polc, amikor megismergettünk. Azóta eldurultak a dolgok, tehát akkor meg csak így az a kis polc volt. De azért, mert akkor egy kis polcra kellett ugyanannyi könyvet rátennem. Igen, az nem tűnt el soknak. Nem úgy én... Láttad már a többi könyvet a másik szobában? Nem. Nem? Na, hát igazából abszolút semmi bajom nem volt ezzel. Még jó! Mert amúgy nem mondhattam mást. Ezt így felvétel off record. Nem is. És akkor abszolút el tudtam fogadni, nem szabad egyáltalán. Én abszolút el tudom ismerni, hogyha valaki ilyen szinten rajon valami iránt, meg szeret így hobbi szinten csinálni. És akkor persze, ahogy nekem a játékok, én el tudok bármit képzelni másnak, úgyhogy ja. Nekem abszolút nem volt probléma. Így élek a játékokkal, úgyhogy... Persze, ezért tudunk ilyen zen egyensúlyozott dolgokkal ellenni, hogy nem szólunk egymásra. Hát meg igazából most az oké, hogy egy dolog, hogy te nem olvasol, de hogy én meg amúgy szíves, tehát hogyha van valami olyan játék, én szívesen veszem. Meg én szíves, tehát én szeretem nézni, amikor egy játéknak jó a sztoria, én leülök és én nézem a másik embert, ahogy játszik. Te rám ez egyáltalán nem igaz, hogy mondjuk te mondasz egy jó könyvet, fú, ez annyira jó, és akkor én azt el fogom olvasni, mert sajnos nem fogom elolvasni. Ezt olvasd el. De nem fogom, mert nem szeretek. Én csak elhiszem, hogy jó. Párod melyik játékból készítene filmet vagy sorozatot? Hát, ha már így mondtam, hogy melyik a kedvenc játék szériám, a Last of Us-ból csinálnék, és szerencsére nem is kell már olyan sokat, mert előre csinálják, és már forgatják is, és nagyon várom, és nagyon remélem, hogy nem cseszik el, mert akkor nagyon szomorú leszek. De én bízom bennük, mert szerintem amúgy nagyon jó lesz, és az az egyik. Vagy pedig a Witchernek az egyik DLC-ből az egyik story vonalat. Azt úgy megnéztem volna egy sorozatban, mert nagyon jó volt. És ez a kettő most, ami így hirtelen eszembe jutott. Mondanám, hogy de a Witcher az könyv, de nem mondtad mi az a story, úgyhogy nem tudom konfirmálni, hogy az benne van-e a könyvekben, vagy mindig benne vagy, persze a könyvben nem úgy van. Mondhatnád, mert nem emlékszek már a könyvekre, tehát, hogy ilyen szempontból. Szóval akkor Last of Us-t majd nézzük, ugye? Yes. Következő. Day one. Következő közös videó, hogy mi a sorozat. Na,
Jó, ezt is én kérdezem tőled. Szóval, hogyha bárkiket feltámaszthatnál a zenészek közül, kik lennének azok? Ajjaj. Tudtad a kérdéseket, jó? De én megmondtam. Nem gondolkodtam erre, mert ezt elfelejtettem. Kellett volna adnom neked ilyen cheat sheetet. Hát, sajnos én, vagyis nem sajnos, én feltámasztanám Chester Bennington, mert szerintem baromi jó hangja van még mai napig, és nagyon sajnálom, hogy sajnos ilyen sorsra jutott. Szerencsére a kedvenc előadói még mindig élnek, szóval... De ja, Chestert azt még hallgattam volna, mert nagyon jó zenéket csinál. Ő a Linkin Parkos. Igen. Úristen, ez hogy tudta! Bocsánat, most már pont emiatt eszembe jutott a másik. Egy magyar, aki nem is olyan rég sajnos meghalt, hát leukémiás volt, a Siklósi Őrs, ugye az AVS énekese, mert nagyon jó magyar zenekarnak a frontemberét vesztettük el, és zseniális volt a srác, és nagyon szerettem őket. Szóval még akkor jövők, ha már így hirtelen eszembe jutott, akkor őt választanám még. Milyen hangszereken? Zárójelben a Kent, a többes számot, a bár nem. Régen nem. Szóval milyen hangszereken játszol, milyen műfajokat képviselsz, ha ének, akkor mutasd meg az ének hangodat, elárulom, nem énekel. Karaokizni sose volt hajlandó velem. Na de, szóval mind játszom. Hát én dobos vagyok, nagyon régóta már, 12 éve tanulom, vagyis hát akkor kezdtem el tanulni, és azóta is nagyon szeretem, és szerencsére zenekarban is tudom kamatoztatni a zene tudásomat, és hát baromi jó, nagyon, nagyon szeretek. Azóta is főleg rock, metal, amit én hallgatok, és amit játszani is szeretek főleg. Úgyhogy ezek a műfajok, amik így közel állnak nagyon régóta, mert apukám is nagy rocker volt, és így az ő nyomdokain ugye mindig azt hallgatott mellettem, amikor kicsi voltam, és hát 5 évesen ott headbangeltem szét magam, hogy úristen, és akkor, ja, szívem maradt. Ezt elképzeltem mentálisan, hát, amúgy ezt a jelent. Láttad volna ilyen dolgokat. Kicsi Balázs headbangel. Ja, rockerek vagyunk. Te. Hát amúgy nevelem elég durván. Elrontja a zenei ízlésem, ezt már úgy hívják. Elég jól megmérgeztem néha, szerencsére, és már voltak olyan zenék is, amikor így felkaptam a fejem, hogy miket hallgatsz? Csak nem. Így egy-két Taylor Swift meg egy Sirem mellé becsúszik egy kis Rammstein, vagy valamilyen, és mondja, ha? Zylander, Kills volt az még. Is nyomott, persze. Szóval igen, elront magyarul. Vagy megjavítom. Na. Ki hogy áll hozzá. Következő egy érdekes kérdés. Cserélnénk-e egy napra, azaz én gamerkednék, ő pedig könyveket mutatna be, per olvasna? Hát nem tudom. Hát egy napra, hogyha Witchert olvasték, akkor biztos közelébb állna a játékhoz, úgyhogy talán az még le is tudna kötni egy napig. Tehát, hogyha keresnénk olyan könyveket, amiből vagy lett videójáték, vagy videójátékból lett átírva, akkor bevállalnád? Ezt a köztes ilyen átfedéses állapotot, amúgy még lehet, hogy el is tudnám képzelni még a jövőben. Jó, akkor megveszem a Dragon Age könyveket, és elolvasatom veled. Vagy! Néha rám jön, hogy mit tudom én, milyen lehet egy Witcher könyv. Tessék! De hát, az a baj, hogy játszani még mindig sokkal jobb, mint olvasni, szóval ne aggódjatok, de én maradok a játékoknál. De lehet, hogy egy napra amúgy mondjuk ezt lehet, mint hogy nem olvasol, annyit lehet jobban járnál vele magyarul. De egy napra lehet kipróbálnám, de hosszú távon nem. És te? Én játszanék egy napig, te már így is játszol. Na kösz! Árulj be! Egész nap Fall Guys-ozik, csak nem látom ám. Én is láttam, hogy egész nap játszom. De én alapból, úgyhogy nekem ez nem újdonság. Jó, majd megunom, az nem játszok, azt majd keresni persze. Kell újat. Persze. Most már miatta itt rákapok a gamerkedésre, azt... Amúgy közös Fall Guys videót még bármikor csinálhatunk. Kacsint. Ha van rá igény, az...
az mindig benne ha van. Ha szeretne bárki is látni, hogy mindketten idegbajt kapunk. Hát, ha egy olyan oldaláról ismerhetitek meg Matildát, amit még nem láttatok innen. Az idegbeteg oldalt. Lehet szórakoztató is, ám nem családbarát, sajnáljuk. Igen. Jó, akkor kedvenc film per sorozat per színész per rendező. Ha most, hogyha akkor kezdem én nekem színész rendezőm kedvencem nincs. Sorozatból nagyon sokat nézek. Olyan hülyén áll a hajam. Szóval az, hogy most melyik az ultimate kedvenc, olyan nincs. Nagyon szeretem például a Jó barátokat, nagyon szeretem mit akartam mondani most, a Lucifert is nagyon szeretem, bár az új évadot még mindig nem néztem meg, úgy másfél hónapja, de hogy így ultimate kedvencet nem nagyon tudok mondani. Filmből sincs egy darab, mert hogy gyűrűk, az ilyen Holy Trinity, az a Gyűrűk ura, Szilaj és az Innevad a sárkányodat filmek. Az az egy nagy kedvenc bügyé. Hát nekem a kedvenc filmem azt nemrég néztük meg. Relatív, mert ősszel nézték. Jó, hát ahhoz képest, hogy nem mai. Az a Csillagok között, az nekem nagyon-nagyon nagy kedvenc filmem volt. Hát sorozatból a Lostot mondanám, az nagyon szerettem, az nagyon nagy hatása volt rám, mert viszonylag ilyen fiatalon kezdtem el nézni, és nagyon sok, ugye nagyon hosszú sorozat, baromi izgalmas volt számomra, és így tök mély nyomot hagyott így suli mellett, és nagyon szerettem. Nem, az csak olyan nagyon jó. De azt is nagyon szeretem. De egyszer mondtad, hogy az egyik kedvenc. Az egyik kedvenc. Ja. Yeah. Hát igen. Ez ittem, hogy közben ilyen egymás ismeretének a tesztelése is. Rendező meg nem tudom. A Csillagok közöttet Christopher Nolan rendezte, ha jól tudom, szóval akkor ő. Én nem tudok rendezőt mondani meg. De amúgy meg nagyon szeretem a Nolan filmeket. Amúgy nagyon jókat tud csinálni. Úgyhogy ő biztosan ott van, ahol így az én film ízlésemet kielégíti, az sikerül. Félig meddig a következő kérdést már levettük, mint hogy ez az, hogy játszunk-e együtt is videójátékokkal, és ha igen, melyiket. Ilyen kópusokat szoktunk, ugye annak az a neve, hogy kópjáték. Igen, amit többen lehet ugye együtt játszani. Nyilván azért, hogy én ne csak nézzem. Amit most nagyon durván sokat játszunk, az a már emlegetett Fall Guys. Igen. Amit én most az én gépemen is rajta van már, tehát egy távban is tudjuk nyomni. Bárhol, bármikor. De az a poén, hogy ezzel játszottunk az ősszel, utána nem játszottunk hónapokig, és most megint elkezdtük, és most nagyon durván nyomjuk, úgyhogy igen. Vicces szokott lenni. Játszottunk. Rayman Legends. Azzal is overcooked-oztunk. Overcooked. De azt abba vettük. De azt is azért, mert nem bírtuk ideggel. Nem ja, szóval ilyen. De meg néha, amit így szoktál nézni. Rocketeztünk is egy kicsit, igen. Csak abban én béna voltam. Rocket League. Vagy bármilyen ilyen sztori, amit még úgy szoktál nézni, ilyen jó sztori gémeket szoktunk játszani, amit vagy én játszok, ő pedig néz, és így együtt figyeljük a sztorit, meg ilyen ilyesmiket. Rezi 8. Ja, az jó volt. Ja, főleg amikor így a jumpscare-eknél leugrottam a székről. Azok mellett. A legjobb. Jó veled horror. Szereti, amikor megijedek. Ezért akarok mindig horrort nézni. Én meg ezért mondom, hogy nem. De az vicces. Nekem. Szerintem mindenkinek. Kövi, hogy mi a véleményetek a Witcher filmadaptációról, illetve játékról? Hát én most nagyon nagy Witcher játéklázban égek, mert most kezdtem el újra játszani vele, és nagyon tetszik, nagyon szeretem, és nagyon jó játék lett szerintem. Hát a film adaptáció, azt gondolom a sorozatot értik. Igen. Nekem tehát ahogy már eddig lejött, nem olvastam a könyveket, ami elég nagy baj, mert elvileg a sorozat az főképp azért a könyv alapján van adaptálva. Nekem nagyon tetszett a sorozat is, tehát abszolút ennek ellenére, hogy nem olvastam. A játékokból is van egy-két olyan hint benne, ami ugye a sorozatba is belekerült, azok nekem nagyon tetszettek. Úgy részeket ugye átemeltek azért, amik a könyvbe és a játékba is benne, annak az ugye benne volt akkor a sorozatba is. Én nagyon élveztem és nagyon várom a második évadot, aminek már megjött az előzetese, és megnéztük, és nagyon tetszik, és még nincs már december.
ugye akkor december 17, igen. Jó. Én a játékról nem tudok nyilatkozni, mondjuk én eleve a Witchert azért kezdtem el olvasni, mert én láttam ismerőst játszani vele. Így körülbelül ez, úgy képzeljétek el, hogy 5 percet láttam játszani vele. Mondta, hogy van belőle könyvében, mondtam, hogy oké, és így megvettem és elolvastam. Szóval ez, ennek ez a sztoria, tehát hogy én amúgy a Witcher gameplayből így nem láttam semmit. De volt benne ló, azt láttam. Ez megvett. A sorozat meg szerintem tök jó lett, tényleg a könyvnek a sztoriát jobban követi, tehát a játékról annyira nem tudok nyilatkozni, de hogy a könyvet azt nagyon jól követi szerintem. És úgyis, hogy nem emlékszem azért annyira részletesen már a könyvekre, azért látom, hogy igen, igen, ez így volt a könyvben, meg így. Szóval én azért tudok turpisságokat. Például azt, hogy a sorozat nem lineárisan haladt az időben, és ezzel tudtam segíteni anyáméknek, hogy ez itt most a múltban játszódik, ne keveredjetek bele. Abba én is belebotlottam, igen. Na mindegy, aztán utána ezért kell elolvasni a könyvet. Minek? Ja, ez nekem jön. Megmondom-e a páromnak, ha nem tetszik valamelyik zenéje? Én, mikor én megtudtam, hogy Balázs bandában játszik, és hogy kérdeztem, hogy vannak-e saját számaitok, szintén megtaláltuk a leírásban. Szóval én így először így féltem, hogy így imádkoztam, hogy ne legyen valami gagyi zenéjük, mert hogy én akkor nem fogok tudni úgy tenni, mint akinek azt tetszik. De nem játszanak gagyi zenét, úgyhogy így sajnos nem tudom azt mondani, hogy nem tetszene valamelyik zenéjük. Hogyha nem saját zene, hanem mondjuk ilyen, amit hallgat, akkor sem azt mondtam, szoktam neki mondani, hogy kapcsolt ki ezt a zűrüléket, hanem így egyszer volt olyan, hogy Ródot hallgattál, vagy mit hallgattál. Kocsiba mentünk, és mondtad. És így a másfél órás út alatt, így már ilyen egy és negyed óra után mondtam, hogy kicsit lehetne valami más, mert már fáj a fejem tőle. De hogy baj, ennyi. Azért kell edzeni, hogy ilyenek leforduljanak elő. Szóval, ja, a hörgős metáltól megfájdul a fejem, azt így szoktam mondani, hogy nem lehetne mást hallgatni. A legdurvább dolgokba még nem vezettem be. Jézusom. Azért van olyan, amitől lehet, hogy már kiakadna. Nem baj, azt én sem vállalnám be, hogy azt együtt hallgassuk egy helyen. Na szép. Az ilyen bűnös élvezet, csak ilyesmi dolgok. Következő, hogy ki dönti el inkább, hogy mit nézzetek meg moziban, Netflixen, tévében? Hát ugye az elmúlt egy évben, másfélben igazából a Netflix volt az aktuális. Netflix is your friend. Igen, hát amúgy abszolút nem szokott probléma lenni, úgy van, leülünk általában a tévé elé, nyomogatjuk, ez jó, és körülbelül ennyi szokott lenni az egész történet. Igen. Annyi, hogy tehát én ezt megmondtam neked, hogy romantikus filmet, ezt nem vagyok hajlandó. Nem néz valami komokat. Én meg látod, nem nézek vele horrort. Hát, kivéve, amikor valami becsúszik valami olyan. De igen, úgy nem problémázunk, azt általában megnézik, azt. Meg van olyan, hogyha mondjuk valamelyiknek nincs kedve, vagy így megkérdezi a másik, hogy ez, és így akkor nem. Ja, gyorsabb vagyunk, azt keresünk benne. Netflixen annyi van, hogy egyszerűen most hülyeség leállni egyen. Netflix, HBO Go-ja azt. Hülyeség leállni egyen most izélni, hogy azt nézzük, ha van. Vagy nézzük streamet. Az meg a másik. Ja, ez a másik, amire rászoktatok, gameplay streameket nézek, amit büdös életemben néztem, de... Modern kor gyermekek. Nem, de azért, mert én mondom, én szeretem nézni, amikor mások játszanak, csak én szeretek közben interaktálni az adott személlyel, így élőben, tehát én azt is szeretem, hát amikor egy konkrét iparág kiépült. Jó, de én élőben szeretem, tehát én tudok, amikor élőben streamet nézünk, én tudok veled beszélgetni, vagy amikor Emma játszott, tudtam vele beszélgetni. Tehát, hogy nem. Mi chat, tehát én nem chatre, nem vagyok chatre beírogatós fajta, na, érted? Tudom, hogy mire emberek, persze. Tehát egy igen, tehát amúgy, ja, szóval, hogyha jó sztoria van a játéknak, elnézem. Okay. Ez jó. Zavar-e, ha a párod gyakorol, miközben te olvasol? Nem, kivéve amikor megtámadnak a dobverők. Igen, nem még olyan rég történt, hogy gyakoroltunk a na. Ezzel még neked is bajod, nem? Igen. Tehát a mostani koncertre gyakoroltam otthon, mielőtt elindultunk, ezt mondtam neki, hogy akkor most egy kicsit elmegyek, vagy hát nem elmegyek, mert ott van az asztalon mellett a kis elektronikus. Ilyen közel ültünk kb. Konkrétan, és akkor ő elkezdett olvasni, én meg elkezdtem játszani, és hát
elég gyakran megesik, hogy repülnek a tárgyán, azt a szegény pont olvasás közben így... Így itt ment el a dobverő, itt, így az orrom előtt elrepült. Alapesetben, ha nem zavarja, az már lehet, hogy egy kicsit a privát szférán belül landolt, és ez már lehet, hogy zavaró volt egy picit, de... De ugye amúgy nem. De... Személyi sérülés nem történt. Nem, mert ugye mivel elektromos dobbal játszik otthon, tehát az csak ilyen... Annak egy hangja van. Kis gumilap hangja van. Tehát, hogy nem zavaró. Az olyan, mint bármelyik háttérzaj. A kutyák ugatása jobban tud zavarni szerintem, mert megbolondulnak és ugrálnak a kapunak hajnalban. Szóval, melyik videójáték megjelenéseket várjátok a legjobban? Hát akkor gondolom ez nekem elsősorban. Hát ez jobban te tudsz válaszolni, én annyira nem... Nem követed az ilyen. Én még hallod, én még könyv megjelenéseket se tudok, nem úgy videójáték megjelenéseket. Hát én nagyon várom az Elden Ring megjelenését. Nagy Dark Souls fan vagyok, meg ugye az összes From Software által kiadott játékot nagyon szerettem, és nagyon várom már, hogy egy újabbra rávethessem magam. Aki ismeri, ismeri, tudja, miről van szó. Valamint még a Diablo 2-nek a felújított változatára már nagyon rá akarom vetni magam, mert nagyon nagy kedvencem az a széria is. Lesz új Battlefield, az is nagyon jól néz ki, és szintén egy nagyon közeli franchise, ha úgy mondjuk. Hirtelen ennyi. Ez a három, ami úgy nagyon forog nálam most így a fejemben, és minden három szinte szeptember, vagy inkább a téli időszak is már... Csak egy vizsgai időszak. Persze, hát hogy jól menjen minden, az segíteni fogja. Oké, akkor van egy ilyen, hogy indie játékokkal játszunk-e? Szoktam, én személy szerint sokszor így... Én csak nézem, amikor ő játszik. Igen. Én nagyon szeretem néha, amikor ilyen kisebb fejlesztő csapatok jó sikerült játékaival, így tudom támogatni őket, ha úgy mondjuk. Hát most a legújabb az a Medium volt. A Mediumot, az például az együtt tudom, néztük, hogy az volt. Az volt például, az is nagyon tetszett nekünk, azt együtt ugye úgy játszottuk, hogy együtt, hogy... De ez azért jó, mert amikor te játszol, akkor tudom, hogy ott! Persze, hát simán. Nagyon lelkesen tudom mondani, hogy ott láttam valamit. És így, ja, nagyon, hát ritkábban az biztos, mint egy... nagyobb cégnek, vagy a kiadónak a játékaival, de néha megesik, és nagyon jó kis szoktak lenni be köztük. Erre csak te tudsz válaszolni, hogy Sony exkluzívokat szeretitek? Hát a Last of Us a Sony exkluzív, és a Sony olyan exkluzívokat gyárt, amikre én nehéz... Én nem értek! Ami nehéz fogást találni, ezt szerintem egyet lehet bennük érteni, és én nagyon szeretem őket. Tehát tényleg engem mindig le tudnak nyűgözni, mit tudnak sztori szinten összehozni. Egy Uncharted, akár egy Ratchet & Clank játék, ez zseniális, imádom. Csak drágák. Jó, akkor következő, hogy ha játszol, akkor milyen típusúakkal szoktál? Például taktikai erőforrás menedzsment, shooter, RPG, versenyzős. Ez nekem, ez kínaiul van. Hát, igazából ugye a Witcher-t nézzük, akkor ez egy RPG, az nagyon szeretem az RPG-ket. Igen. Amikor tudod a karakteredet fejleszgetett, és aha, akkor egyre jobb lesz az az RPG. Aha. Aztán ugyanígy majd a Diablo is az lesz, mindegy. Utána a shooterekkel nagyon szeretek, az a lövöltözés. Az nekem nem megy, igen. Aztán... Ahhoz túl sok gombot kell egyszerre nyomni, az már túl sok. Hát horrorral is játszik. Én a horror játékot nagyon szeretem, bár azért ritkán veszem rá magam, mert azért tényleg... Kivéve, ha ott vagyok, akkor ugye megijedek. Akkor bármikor horror játszok, mert úgy mindig jobb játszani, hogyha másfél, nem te. Úgyhogy... Ne csik! Úgyhogy azt nagyon szeretjük. Ugye? Mhm. Ugye? Aztán úgy, nekem ezek a fő műfajaim, majd még MMORPG-kkel szeretek nagyon játszani. A WoW-val kezdtem a játékos pályafutásomat, a World of Warcraft-tel, és azóta is én nagyon szeretem azt a műfajt, és sajnálom, hogy egyre kevesebb van, de aki keres, az megtalálja magának. Úgyhogy igen, nekem ezek a abszolút kedvenc zsánereim. Erre nem válaszoltunk, ugye, hogy milyen sorozatokat, filmeket nézünk együtt. Most épp! Várjál, most sokat nézünk együtt. Igen. Bár egy folyamatban van a Jó barátoknak. Nekem újra nézésű, még nem látta egybe az egészet, azért nézzük. Yep. Most félúton vagyunk a Castlevania-ban. Igen, az animációs Netflixes. Hát majd gondolom a Disenchantednek lesz évada valamikor. Igen, azt is végignéztük. Remélem, mert ez nagyon jó.
nagyon jó. Néztük. Hát a Shadow and Bone-t néztük végig. Shadow and Bone-t is együtt néztük. Egy rakás másik dolgot néztünk együtt, filmekből is. Filmet most hirtelen nem is tudok mondani. Főleg sorikat szoktunk. Inkább sorozatot, igen. Együtt rá. Hát most a Resident Evil-ös animációs dolgokat megnéztük. Ilyeneket. Hát nagyjából ami van köze a videójátékhoz is, én általában engem azok nagyon érdekelnek, meg is akkor vannak ilyen közös metszet néha, ugye a jó sztori, meg minden, akkor ő is szereti. Vagy épp könyvadaptáció, akkor én nézem meg vele. Múlt karácsony vagy télen néztük a Christmas Carol-nak az HBO-s. Na ja, az még durva volt. Én azon tudom, hogy ki voltam akadva, olyan dolgok voltak, hogy mondom, ilyen nem volt a könyvben. Igen. Ez milyen karácsonyi ének. Ez érdekes volt. Ez nekem bejött. Oké, hát igazából. Igazából ehhez gyakorlatilag hozzátartozik ez a utolsó kérdés gyakorlatilag, ami még itt el tudunk mondani, hogy inkább akció, krimi, horror vagy romantikus sorozatok, filmeket. Vele nem tudok romantikusat nézni. Hát én inkább én krimit szeretem amúgy, a horrort, meg az ilyen fantasy dolgokat. Ja. Azokat tök jó. Nem tudom, de tényleg ezt szerintem inkább sorozatokat szoktunk nézni. Ja. Mert így akkor úgy... Abba több van. Igen, mert ha így nem tudunk mit csinálni, akár talán vagy valamit neki kezdünk, vagy folytatunk, és akkor az úgy jó. Na, az a baj. Az a baj, hogy a filmek hosszúak. Hát igen. Nem tudom. Úgy este jó nézni, hogy lefekvés előtt. Igen, csak az a baj, hogy úgy számoljuk ki, és a 2 órás filmet már így nincs néha az ember, meg 2 óra, ha meg nem jó, akkor ilyen... Nye. Ja. A 20-30-40 perces sorozat részek azok olyan jók. Ez a videó is nagyon hosszú lesz, úgyhogy ezt... Ez is olyan lesz, hogy végig kell bírni. Na hát akkor... Ez lett volna ez a kis közös kérdezfelelek. Most tudom, hogy ez nem annyira volt könyves. Reméljük, hogy tetszett ez is, hogy egy picit más témákat feszegettünk. Mert akkor most már harmadik vendégemberem itt Balázs is. És belettem szervezve, hát kicsit nem izgultam. Őszintén a te ötleted volt. Jó, igazából én vetettem fel, hogy legyen már akkor ilyesmi is, hogyha már nem tudom. Úgyhogy reméljük, hogy tetszett. Érdeklődtek, persze. Igazából tényleg reméljük, hogy így a videójátékos közönséget is meg tudtuk kicsit mozgatni. Én tudom, hogy vannak itt, akik olvasnak. Na. És játszanak hát is, úgyhogy én ezt biztosra tudom mondani, hogy valaki érteni is fog azokhoz a dolgokhoz, amikről te beszéltél, mert nekem ez kína idején szívesen elhallgatom, hogy beszélsz róla. Hiány. Na jól van, hát akkor köszönjük szépen, hogy megnéztétek a videónkat, ugye tetszett, nyomtak egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára, meg Balázshoz is menjetek át, be lesz linkálva mindenféle social media platformja neki is, a bandának is, mindennek nézzétek meg, és ha tetszik, akkor maradjatok ott is egy picit. És viszlát a következő alkalommal. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük!